Műsorunk elkészítéséhez hozzájárul a fenyőfűrész árukereskedés. Tűzifát, faanyagot csak megbízható forrásból. További támogatónk a Novalak Kft. Hőkamerás vizsgálatok, ultravékony hőszigetelés, hogy önnek kevesebb legyen az energiaköltsége. Köszöntöm Önöket, a Zöld Percek magazint, a Halas Televízió környezetvédelmi műsorát látják. Mai adásunkban a klímaváltozásról lesz szó. Ugye Önöknek is feltűnt, hogy a tél, mint évszak, szinte eltűnik már. Hol vannak a mínusz 20 fokos hidegek, meg a térdig érő hó? Mikor láttunk utoljára ilyent? Bizony, nagyon-nagyon sok figyelmeztető jele van a globális felmelegedésnek világszerte. Nézzék meg a következő videót, és látják, hogy mi is a probléma. Döbbenetes látni, ahogy eltűnnek a gleccserek, vagy ugyanilyen döbbenetes képet festenek a letarolt, kiirtott esőerdők. Ugye most megvonhatjuk a vállunkat, hogy nekünk ehhez halasiaknak mi közünk. Hát bizony nagyon sok, mert ez is a mi bőrünkre megy. A globális felmelegedésnek, a klímaváltozásnak a mi életünkre is nagyon sok hatása van. Erről beszélgetek a folytatásban Tóth Tamás meteorológussal. Valamilyen folyamat elindult, bár ugye még mindig vannak olyanok, akik azért vitatják azt, hogy egyértelmű és határozott klímaváltozást tapasztalhatnánk, illetve a jelenlegi időkben ez zajlana, de azért mindenképpen szögezzük le, klímaváltozás a múltban is volt, és a jelenben is zajlik. Tehát az éghajlat az egy folyamatosan változó rendszer. Azt, hogy ez melyik irányban billen el, azt azért nagyon sokféle tényező is befolyásolja. Ugye általában a múltbéli klímaváltozását főként csillagászati tényezők idézték elő, ma viszont egyre nagyobb hangsúly jut az ember szerepére, illetve hát az emberi ráhatásra a légkörbe, hiszen szennyezzük azt a bizonyos sérülékeny rendszerünket, a környezetünket folyamatosan, a légkört is egyben, és hát hogyha üvegház hatású gázokat juttatunk a légkörben, akkor azok bizony egy új energiaegyensúlyi állapotra törekszenek. Tehát, hogyha egy üvegházhatású gáz belekerül ebbe a rendszerbe, akkor nagy valószínűséggel egy olyan új energiaegyensúly áll be, ami magasabb hőmérsékletű egyensúlynál megfelelő energiaszintre áll be, tehát a légkör. A jelek pedig hát egyértelműen látszanak, elsősorban például az előbb említett argentin gleccsernél. Ugye a gleccserek visszahúzódnak, a magas hegységi gleccserek egyre magasabb régiókban lesznek jelen. És ugye ez a folyamat már Európában is elindult, illetve hát tapasztalhatjuk a szélsőséges időjárási elemek vagy események növekedését, bár azért ezt elég nehéz kimutatni és elég határozottan bizonyítani, hogy ez már pedig így van, mert azért a múltban is voltak szélsőséges időjárási események, tehát a szélsőségek számában, hogyha emelkedést tapasztalunk, akkor azt általában a hosszú távú klímaváltozás jeleként szoktuk emlegetni, illetve említeni, úgyhogy valószínűleg ebben elindult egy pozitív trend, vagy egy pozitív tendencia. Ha a négy fal között üldögélünk és kinézünk az ablakon, azt láthatjuk, hogy sokkal többet süt a nap, és bizony december ellenére nem esik a hó. Aki azonban nap mint nap kint van a mezőgazdasági termelésben, vagy akár gazdálkodik egy kis kertben, az sokkal több mindenre felfigyelhet. Erről beszélgetek Pősz Miklóssal. Hát nem esik a hó. December 3-a, mindjárt itt van a Mikulás, és még mindig nem esik a hó. Valamikor ez a gyermekkorunkban nem így volt. Én emlékszem rá, hogy abban az időben bizony ilyenkor már szánkoztunk, meg hát néha fázott is a körmünk, de hát ezt a gyerekkorban ugye könnyebben el lehetett viselni. Hát sajnos én is azt tapasztalom most már az elmúlt évtizedek során, hogy bizony valóban van globális felmelegedés. Ez annyira látszik itt főleg a homokhátságon, hogy szinte elsivatagosodik most már a környezetünk. Nem győzzük a kerteket öntöző vízzel, nem is beszélve egy nagyüzemi öntözési lehetőségről, egyrészt a költségeiről is, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Az utókorunk majd valamit reméljük, hogy fog ebbe még lépni,
Illetve hát ezt én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb összefogásra volna szükség. Az egész világnak össze kellene ez ellen fogni. Ezek a kis fehér lepkécskék a káposztaféléknek az egyik legkomolyabb, legveszélyesebb kártevője. Egész nyáron küszködünk velük, és ha belegondolunk abba, hogy december 3-a van, és ilyen intenzíven károsítanak még a kelbimbónak a levelén, akkor elképzelhető, hogy az időjárás is befolyásolja ezeknek az életciklusait. Tulajdonképpen egy bokáig érő hóban kellene most mászkálnunk, ennek ellenére, hogy december 3-a van, itt még különböző kártevőkről folytatjuk a beszélgetést. Mit találunk itt? Ebben a pillanatban a még megmaradt és tartogatott karalábunkon a káposzta lepkének a hernyói élik vidám életüket. Látszik, hogy micsoda kártételre képesek. Természetesen ez egy nagyobb ültetvényben talán még komolyabb kárt okozhat. Tehát ilyenkor ez már szinte ritkaság számban megy. Elég régóta foglalkozunk már veteménnyel, meg kertészkedéssel, de még ilyet én sem láttam. Mi lesz a jövő? Hát, nehéz kérdés. Ezek most néhány napon belül kapnának egy mínusz 10 fokos hideget, akkor biztos, hogy elpusztulnának. Így nem valószínű. Így még elképzelhető, hogy befejezik az életciklusukat, bebábozódnak, és jövőre még hatványozottabb létszámba fognak kikelni és károsítani. Említette a mínusz 10 fokot. Mikor várhatjuk ezt? Ezt talán a meteorológusok tudnák megmondani. Én egyelőre előrejelzésekben nem láttam ilyet, nem hallottam ilyet. Mondtak már olyanokat, hogy kemény telünk lesz, de hát akkor mikor? Hát még van 2 hónap a télből, a komolyabb télből, vagy 3 hónap maximum hátra, hát mondjuk lehet még az alatt nagyon hideg is. Mire kell berendezkednie a magyar mezőgazdászoknak? Egyáltalán lehet-e ezt a változást követni? Hát én nem tudom. Szerintem ezt nem lehet, mert itt a Duna-Tisza közén, a homokhátságon ugye az öntözési lehetőségeink olyanok, amilyenek, korlátozottak, tehát az intenzív kertészeti kultúráknak kialakulásának vagy elterjedésének ez az egyik legnagyobb kerékkötője. Hát kiskertekben meg locsolunk, ahogy csak bírunk. Lehet, hogy sokszor nem is éri meg azt a növényt, vagy azt a zültet terméket megtermelni, mert többe kerül a víz, meg a villanyszámla, szoktuk ezt mondani. Hát vagy így van, vagy nem így van. Ha a mezőgazdász szól belőlem, vagy a növénytermesztő, akkor azt mondom, hogy ó, hát ez idő, ez rendkívül jó, mert az, aki megkésett a talajmunkáival, időben el tudta végezni. Aki megkésett a vetéseivel, őszi kalászosok vetéseivel el tudta végezni, azon túl, hogy most már szépen fejlődnek. Ennek van hátulütője is, mert aki viszont időben elvégezte az őszi vetéseket, azoknak túlbuján fejlődik most már a kultúrája, és egy komolyabb tél, vagy egy vastagabb hótakaró kipálásokhoz vezethet, vagy kifagyásokhoz vezethet. Ha 100 év múlva hogy fog kinézni egy ilyen halasi kiskert? Füge, gránátalma, mediterrán növények, banán? Hát ezt azért nem tudom megmondani. Én már nem valószínű, hogy ezt a 100 évet meg fogom várni, holott nem lenne rossz, de hát én nem tudom, hova fog vezetni ez a globális felmelegedés. Néhány évtized alatt is, amit mi vissza tudunk pörgetni a gyerekkorunktól idáig, jó néhány évtizedet, azért érezhető. Minden egyes feleslegesen megvásárolt mobiltelefonnal, műszaki eszközzel, vagy már ránézésre is leváló talpú, rossz minőségű, ám de olcsón kínált cipővel egy-egy újabb szöget verünk be a föld koporsójába. Hát gondolkodjunk globálisan minden egyes ilyen vásárlásnál. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!